Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Mi baj van a jelenlegi világgal? Sok baj? Sok baj. Mi az, ami nincs? Hát ez az. Nyugalom és béke. Nyugalom. Nyugalmat és békét akarunk, hogy az van? Az nincs. Az nincs. Az nincs. Szeretnénk. Ja, azt szeretnénk. Aha. Nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Hoppa. Tehát van egy ilyen általános elbutulás a világunkban, ami ugye teljesen láthatóvá vált itt a Covid időszak alatt, meg hát itt a háborús időszak alatt is, ami a szomszédban folyik. Hála Istennek nem közvetlen szomszédunkban, egy kicsit távolabb a szomszédokban. És ugye miben nyilvánul meg ez az elbutulás? Hát a Covid-nál abban nyilvánult meg, hogy az embereket simán rábeszélték arra, hogy olyan dolgokkal oltassák be magukat, amiről fogalmuk nincs. Ami max azt lehet mondani, hogy kísérleti stádiumban volt. Tehát mondhatni azt, hogy a lakosságon kísérleteztek. Igaz? És az emberek ezt simán hagyták, hogy rajtuk kísérletezzenek. A lakosság jó része, most tök mindegy, hogy valaki egyszer, vagy kétszer, vagy akárhányszor oltatta be magát. Mi előtte se oltattuk sose influenzával, még véletlenül se. Olyanról hallottam már az influenzás időszakban, hogy egy fiatal lány, tehát úgy fiatal, hogy ilyen 20 éves, szülei vagy a nagyszülei hatására beoltatta magát a influenza ellen. Azt utána, mert ugye a család az rendszeresen is csinálta, ugye minden tél elején, vagy tél, mikor még az influenza nem volt, azelőtt, mielőtt elkezdődött volna, és ugye a lányt is beoltották, utána olyan rosszul lett, és elmondták ugye az orvosok, hogy az oltás miatt, hogy utána a család sose oltatta többet magát influenzával. De az egész család. Tehát ugye azóta már rengeteg olyat hallottam, hogy rég megállapították, hogy a Covid oltás miatt, Covid elleni oltás miatt lett olyan betegsége, ami lett. Ugye a világban elég sokan pereskednek ezzel kapcsolatban. Érdekes, Magyarországon nem. Nagyon fura. Tehát a világon szinte, ahol tömeges oltás van, nincs, ahol ne pereskednének. Itt Magyarországon nem pereskednek. Jó, hát ugye aláíratták végül is az emberekkel, hogy rajtuk a felelősség, ha beoltatják magukat. Jó, és az emberek simán. Tehát ebből is látni, hogy egy ilyen nagyfokú elbutulás indult el valamikor, aminek ugye az lett a következménye, hogy az emberek simán rábeszélhetők lettek avval kapcsolatban, hogy beoltassák magukat. És akkor utána itt a háború, ugye, ami igazából nem is egy háború, hanem konfliktus. És ha végig gondoljuk, hogy milyen, tehát a lakosságnak milyen gondolatai voltak azzal kapcsolatban, amikor megindult a háború, annak milyen következményei lettek a politikára,
a lakosság reakciói miatt tehette meg azt a politika, amit megtett. Ugye mit tett meg a politika a lakosság hatására? Hát az, hogy gyakorlatilag megszakította a kapcsolatokat az oroszokkal, és ez nem csak a politikai kapcsolatokat szakították meg, hanem a kereskedelmi kapcsolatokat is. Ennek hatására ugye lett egy árdrágulás, mert ugye azóta bizonyos dolgokat, amit az oroszoktól vásároltok, most nem vásárolhatunk az oroszoktól, és ezért ugye drágább helyről vásároljuk, tehát drágábban vásároljuk. Ennek is lett egy következménye, de ez a lakosság hatása, hogy tiszta és világos legyen. Nem a politika hatása, mert a lakosság miatt tették meg azt, amit megtettek. Tehát a lakosság gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy szorgalmazta valamilyen szinten. Tehát az is egy szorgalmazás, hogyha mondjuk a lakosság hallgat. Tehát ugye ezt tudjuk jól, hogy a hallgatás az beleegyezés. Ugye ez egy régi mondás. És ugyanaz, hogyha a politikusok akarnak valamit csinálni, és a lakosság hallgat, akkor a lakosság beleegyezik. Tehát ugye mondom, a magyar nyelvben van egy ilyen régi mondás, hogy a hallgatás az beleegyezés. És ezt alkalmazzák is, hogyha a lakosság hallgat, akkor csinálhatnak akármit a politikusok, mert beleegyez a lakosság, beleegyezik a lakosság. Vagy ugye, ha a lakosság mondjuk nem hallgat, hanem ugye valami ellen van, és azt mondjuk éppen azt, amit a lakosság jó része, aminek a lakosság jó része hangot ad, és azt csinálják a politikusok, akkor persze, hogy csinálják, mert a lakosság annak hangot adott. És ugye az európai lakosság, az uniós lakosság, az ugye annak adott hangot, hogy küldjenek oda fegyvereket, meg pénzt, meg stb. A háború elején. Hát gondoljátok végig, ennek adott ugye hangot a lakosság nagy része. És mivel mi EU-s ország vagyunk, ezért ugye mi úgy hallgattunk erről a dologról, magyarok, mi nem adtunk nagyon hangot az orosz ellenességnek, de mivel EU-s ország vagyunk, ezért Európában főleg a nyugati államok ugye sokkal nagyobb lakossággal hangot adtak annak, hogy csináljanak szankciókat az oroszok ellen, és szakítsanak meg kereskedelmi kapcsolatokat, meg minden, és ez nyilván mi belesodródtunk ebbe az egészbe. Tehát ha ez nem elbutulás, akkor mi a fészkes fene? Gondoljuk végig. Tehát ha valaki kicsit gondolkodik, akkor az oroszokat az elmúlt 100 évben nem verték meg. Érted? Tehát ha valaki azt gondolta az első pillanattól, hogy itt az oroszok megverhetőek, akkor óriási tévedésben voltak. Tehát nem is értem, hogy ugye a európai lakosság többsége az kezdetben hogy gondolhatta azt, hogy az oroszok megverhetőek. Hát a katonai szakértők szerint, amiket ugye rögtön az elejétől hallgattam, nem azt hallgattam, hogy mit mondanak a hírekben, vagy mit lehet olvasni a hírekben, az nem lényeges, a katonai szakértők a lényegesek. Mind elmondta, hogy egy atomhatalom az nem verhető meg. Ez nem verhető meg. Tehát az atomhatalmat, ha valami, amik meg akarja verni, akkor fogja azt, rárobbantja az atomját arra a támadóra, és akkor kész, érted? Főleg az oroszok, akiknek több atomrakétájuk van, mint mondjuk az amerikaiaknak. Tehát nekik van a Földön ugye a legtöbb atomrakétájuk. Na most onnantól kezdve, hát ez bárki tudhatta, hogy
És ez látni, hogy gyakorlatilag egy totális elbutulás, tehát az emberek nem tudnak gondolkodni. Tehát olyan szintre jutottunk, hogy az emberek képtelenné válnak a gondolkodásra. De nem csak a világ dolgaival kapcsolatban képtelenek a gondolkodásra, hanem a saját dolgaikban is képtelenek a gondolkodásra. Tehát a saját dolgaikban. Tehát az azt jelenti, hogy van itt 10 életterületünk, és ezekben a dolgokban is teljesen képtelenek a gondolkodásra. Tehát teljesen. Tehát most ha a saját dolgaikban képtelenek a gondolkodásra, akkor nyilvánvaló, hogy a külső dolgokban is képtelenek a gondolkodásra. Tehát mondjuk olyan dolgokban, hogy hogy működött az az egész, az a Covid időszak, és utána hogy működik ez a háborús időszak, érted? Tehát ebbe is teljesen nem tudnak gondolkodni. Tehát most ugye, és ennek mi a következménye, hogyha az emberek nem tudnak gondolkodni? Ugye nagyon egyszerű következménye van, hát az, hogy hát minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. Nem csak magának, hanem a környezetének is. És ez tény. És végezhet valaki akármennyi iskolát, gondolhatja, hogy ő milyen okos és milyen értelmes. Nem az a lényeg, hogy mit gondol az ember magáról, hanem az a lényeg, hogy azt a 10 életterületet hogyan kezeli. Tehát azon a 10 életterületen képes-e problémákat megakadályozni, vagy sem? Mert ez a fő kérdés, hogy az ember mennyire képes problémákat megakadályozni az életében. Oké? De nem az a fő dolog, hogy mennyire tudunk megoldani egy problémát, majd mindjárt elmondom, hogy miért nem ez a fő dolog. Hanem az a fő dolog, hogy mennyire akadályozunk meg egy problémát, hogy ne jöjjön létre. Érted? Tehát miért fontos megakadályozni a problémákat? Hát nagyon egyszerű a válasz. Ugye azért, mert ha az ember nem akadályozza meg a problémát, és megjelenik a saját életében melyik területen ezek közül a probléma, akkor az illető úgy működik, nem tudom, megfigyelted-e, hogyha van egy problémád, akkor bizony lemegy a hangulatod. És azért jó lenne, hogyha az emberek tudnák azt, tisztában lennének azzal, hogy nem csak a testünkből állunk, hanem van egy elménk is. Az azt jelenti, hogy az elmének két fele van. Van egy tudatos fele az elménknek, ez a jobb agyfélteke, és van egy bal agyféltekénk, amelyik az ösztönhöz kapcsolódik. És amikor az egyén rossz hangulatban van, akkor az ösztönös működés kapcsol be. És az ember képtelenné válik a gondolkodásra. Mit jelent a gondolkodás? A gondolkodás azt jelenti, hogy mérlegelés. Az ember képes legyen mérlegelni, hogy adott helyzetben mi a leghelyesebb cselekvési mód. Nem az a lényeg, hogy ki mit mond, hanem hogy képes eldönteni, hogy mindenek ellenére mi a leghelyesebb cselekvés mód. A mindenek ellene az azt jelenti, hogy akárki akármit mond, akkor is mi a leghelyesebb cselekvés. Márpedig ugye a Covid-nál megnéztétek, a média az súlykolta az embereket, szó szerint. Tehát olyan dolgokra súlykolta, amit az emberek aztán meg is tettek. És ezek nem pozitív dolgok voltak, amit megtettek. Oké, és az azt jelenti, hogy az emberek nem mérlegeltek, akik mondjuk beoltották magukat, hanem a súlykolásra hallgattak. Tehát
hagyták, hogy befolyásolják őket. Miért hagyták? Mert olyan hangulatban voltak, amikor képtelenek voltak gondolkodni, azaz képtelenek voltak mérlegelni. Tehát az ösztönös részünk, ezt úgy is lehet mondani, hogy a reaktív elménk, tehát az elménk ösztönös része, ösztönös fele, az nem tud gondolkodni, az úgy működik, mint az állatnál. Az azt jelenti, hogy amikor súlykolják az embert, akkor jó, ha tudod, idomítják. Tehát a kutyát is úgy kell idomítani, hogy sokszor elmondod neki, és akkor utána csinálja. Érted? És közben két dolgot alkalmazol a kutyán. Vagy jutalmazod, vagy bünteted. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy erőszakot alkalmazol vele szemben. És a kutya így idomítható, nem tudom, idomítottál-e kutyát már? Én idomítottam. És ugyanígy idomíthatók az emberek. Ugye vagy jutalmazással, vagy büntetéssel, de mivel az ember valamilyen szinten egy kicsit azért jobb, értelmesebb lény, mint egy kutya, ezáltal az embernél azt is meg lehet csinálni, hogy nem kell erőszakot alkalmazni nála, hanem elmondják neki ezt a kutyának, hiába mondod, hiába mondod a kutyának, hogyha nem csinálod, megverlek. A kutya attól nem fogja csinálni. Oké? De az embernek azt mondod, hogyha nem csinálod, akkor kirúglak a munkahelyről, vagy ha nem csinálod, akkor ez lesz, meg az amaz lesz, akkor az ember ezt megérti. Ezt úgy hívják, ugye, hogy fenyegetés, tehát megfenyegetik, de úgy is lehetne mondani, hogy ugye, hát nem, ez nem megzsarolás, nem. Kényszerítés, tehát ez egy olyan fajta kényszerítés, ami nem fizikai, hanem mentális kényszer. És ha megnézed, az embereknél ezt tökéletesen alkalmazták a Covid időszak alatt, ezt a kényszerítő körülményt. Oké? Tehát ugye az emberek ennél ezért egyszerűbb őket idomítani, mert az embert még meg se kell verni ahhoz, hogy idomítsák, meg nem is kell jutalmazni, hogy idomítsák, elég megfenyegetni az embert, na ezt a szót akartam ugye mondani, elég megfenyegetni, és az adott illető elkezdi csinálni. Tehát mondom, a kutyát hiába fenyegeted, nem érti meg, hogy mit akarsz. Oké, a kutya úgy érti meg, hogy vagy jutalmazod, mondjuk virsli karikákkal, vagy erőszakot alkalmazol nála, hogy csinálja. Oké? Jó, tehát mondom, az embernél még nem is kell erőszakot alkalmazni. Elég, ha megfenyegetik. Hogyha ezt nem csinálod, akkor ez lesz a következménye. Ha azt nem csinálod, ez lesz a következménye. Érted? És ezt kiválóan bemutatták számunkra, hogy hogy lehet ezt így megoldani. És az emberek gyönyörűen bekapták a cumit. Oké? Nem mindenki, hála Istennek, de mégis a többség. Többség. Tehát itt Magyarországon a statisztikák szerint kétszer annyian, több mint kétszer annyian kapták be a cumit, mint akik nem. Tehát ugye az volt, hogy az első oltás 70% beadatta magának az első oltást. És mindössze 30% volt itt Magyarországon, aki nem adatta be magának az első oltást. Jó, nyilván a második oltás már kevesebb százalék volt, a harmadik oltás még kevesebb százalék volt, de bőven elég volt az egy oltás. Jó?
Tehát azért van az immunrendszerünk, ha vala gyengébbek kedvéért mondom, azért van az immunrendszerünk, hogy védekezzen. Oké? Tehát nem kell védekezni az immunrendszer helyett az esetek legtöbb. Tehát a legtöbb esetben nem kell védekezni. Tehát az immunrendszer, ha utána jársz, ha vennéd a fáradtságot és utána járnál, akkor tudnád azt, hogy az immunrendszerünk akkor működik, akkor dolgozik a legjobban, ha te nagyon jó hangulatban vagy. És ahogy a hangulatod romlik, úgy romlik az immunrendszered működése is. Oké? Ez azt jelenti, hogy pont úgy működik, mint ahogy az ember működik. Egy jó hangulatú ember, az teszi a dolgát. A rossz hangulatú embernek meg egyszer mondani kell, hogy mit tegyen. Mert nem teszi magától. Érted? Tehát a jó hangulatú az egyszerűen eszébe jut, hogy ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, meg amazt kell csinálni. A rossz hangulatú az olyankor mit csinál? Lustálkodik, érted? És inkább látja, hogy ott vannak a dolgok, de meg kell neki mondani, hogy megtegyen dolgokat, és magától nem csinálja. Tehát magától nem. Ezért ugye egy olyan, tehát egy olyan ember, aki magától nem csinálja a dolgokat, hanem mindent meg kellene neki mondani, hogy mit csináljon, az, ha jobban megnézed, az egy robot. Hát a robotnak kell betáplálni mindig, hogy mit csináljon, mert a robot az magától nem csinál semmit. Ez olyan, mint a számítógépet. Ha nem tudod, hogy működik egy robot, akkor van okostelefonod, vagy van számítógéped, és hasonlóképpen működik. Ami azt jelenti, hogy az okostelefonodat nem dolgoztatod, akkor az nem csinál semmit. Oké? A számítógépedet, ha nem dolgoztatod, az nem csinál semmit. Egy rossz hangulatú embert, ha nem dolgoztatod, az nem csinál semmit. Tehát akkor gyakorlatilag egy rossz hangulatú ember az egy robot. És tudod miért jó? Ugyanúgy, mint ahogy a számítógép meg a telefon nem beszél neked vissza, ugyanúgy a rossz hangulatú ember sem beszél neked vissza. Oké? Miért? Tehát miért beszélnek vissza egyes emberek? Mert képesek a gondolkodásra, és képesek átlátni, hogy az az utasítás mondjuk rossz. Vagy elég rossz. És ők látják, hogy annak nem pozitív következménye lesz. Míg egy rossz állapotú ember azért nem látja át, mert nem tud gondolkodni, mert a reaktív elménk az csak egy nagy raktár. Tehát az olyan, mint egy nagy raktár. Szó szerint minden információ, ami fogantatásunktól lett velünk, az oda bekerült. Minden abban a raktárban ott van. És ha emlékezünk, akkor onnan emlékezünk. Ha a reaktív elménk ösztönösen cselekvésre késztet minket, akkor onnan húz elő egy elraktározott adatot, és annak alapján cselekszik. Na most gondold végig, itt volt a Covid. Ilyen még a mai ember történelmében nem volt. Ezáltal a reaktív elménk nem tudott eltárolni a múltban ehhez hasonló adatot, mert nem volt ilyen. Ezáltal az ember ösztöne az nem tudott előhúzni a raktárból információt arra vonatkozóan, hogy mit kell olyankor cselekedni, ha ráfogják az emberre, hogy van egy olyan vírus, amely kipusztíthatja az emberiséget. Mert eddig, addig ilyen nem volt.
ezáltal az emberek nem tudták ezt előhúzni a raktárból, hogy helyes megoldást találjanak, mert mondjuk helyes megoldás már lett volna rá a múltban, mert nem volt ilyen. Ezért az embereknek gondolkodni kellett volna, és mérlegelni, hogy, és utána nézni, stb. Stb. És annak alapján elhatározni azt, hogy mit tegyen. És ha az ember gondolkodott volna, és elhatározott volna, akkor azt az elhatározást hozta volna, hogy még véletlenül sem oltatja be magát. Erről akkor, mikor ez a Covid mizéria volt, hallottam, hát egy anyagi szempontból társadalom alján lévő ember nem idén barnult, oké? És azt mondta, gondold végig, az egyetemisták nem mondtak ilyet, vagy az egyetemet végzettek nem mondtak ilyet, hogy mikor mondták neki, hogy oltassa be magát, azt mondta, hogy dehogy oltatom, nem tudom én, mi van abba. Érted? És az egyetemet végzettek meg nagyobb arányban oltották be magukat, mint azok, akiknek nincs, vagy csak nagyon alacsony az iskolai végzettségük. Jó, olyan nincs, hogy nincs, de mondjuk alacsony, viszonylag alacsony az iskolai végzettségük. Szóval, ha ez nem elbutulás, akkor mi a lotus pictus? Mi? Szóval, ugye ott tartottam, hogy meg kellene előzni a problémákat. Mert ismétlés a tudás anyja, hogyha nincs annyi tudásod, hogy megelőzz egy problémát, te fogsz kapni problémát. Ami azt jelenti, hogyha az ember kap egy problémát, a legtöbb ember, az emberek nagyon nagy százaléka úgy reagál egy saját problémára mondjuk ezeken a területeken, hogy elkezd rossz hangulatúvá válni. Tehát a probléma a hangulatát lehúzza. Ugye ez azt jelenti, hogy alapvetően a társadalom nagy része az nem pozitív gondolkodású, hanem negatív gondolkodású. Erre azt szokták mondani, illetve a pesszimisták azt szokták mondani, hogy én nem pesszimista vagyok, hanem realista. Jókat lehet derülni, érted? Mert akkora ökörség, hogy ihaj. Tehát, amikor az ember kap egy problémát, akkor a legtöbb ember a problémával szemben pesszimista hozzáállást gyakorol. És a pesszimista hozzáállás nem egy jó állapotot eredményez. Én még nem láttam jó állapotú pesszimistát, pedig gondoljátok végig, 91-től szervezek embereket, 91 óta van saját szervezésű csapatom, több ezer beszélgetést csináltam életemben emberekkel, oké? De ezek most üzleti beszélgetésekről van szó, és egyéb beszélgetéseket is nagyon-nagyon sokat, és én még nem találkoztam olyannal. Tehát több százezer embernek vittünk el a csapatommal valamilyen életjobbító megoldást 91-től, több tízezer emberrel működtem együtt, ez alatt a 34 év alatt, és én egyel sem találkoztam olyannal, aki jó hangulatú, de pesszimista. Nincs ilyen. Nincs. Oké? Olyannal már találkoztam, nem egyel, hogy jó hangulatú és optimista. Oké? Tehát ez a kettő, az, hogy valaki
pessimista és jó hangulatú, ez nem fér össze. Tehát amikor te azt gondolod pessimistaként, hogy te jó hangulatú vagy, akkor én kiröhöglek, mert nem vagy az. Oké? De szó szerint értsd, mert nem vagy az. Tehát halvány lila fogalmad nincs arról, hogy mi az, hogy jó hangulat. Mondom, halvány lila fogalmad. Most azért, hogy némi nemű fogalmad ezzel kapcsolatban legyen, beszélek erről egy-két dolgot, jó? Tehát csak hogy tisztán lássuk ezeket a dolgokat, van nekünk egy skálánk. Ez a hangulati szintekhez kapcsolódik. Nem teszem ki. Jó? Azért nem teszem ki, mert ez képzési anyag. És az igazán jó hangulat az a lét derűs nyugalma. Ezen a skálán 40-es. 40-es. A skálán gyakorlatilag az energia a számok. Jó? A halál a nulla. Jó? Tehát a halál a nulla. Ha nyilván valaki meghal, akkor nulla az energiája. És ahhoz képest a legmagasabb, legjobb hangulat az a létderűs nyugalma. A történelemben erre a példa Buddha. És a Buddhának az ábrázolása. Egyébként az Buddha, de mindegy, maradjunk ennyiben. Csak mi magyarok furcsa mód H-val mondjuk. Pedig sehol nincs H írva. Mindenütt csak Buddha van írva. Jó? Csak nem furcsa, hogy van a világ másik felén, vagy volt a világ másik felén egy híres tanító 2000 akárhány száz évvel ezelőtt, és Budának hívták, nem furcsa? Meg nekünk van egy városunk, amit Budának hívnak. És volt Attila királyunknak is egy testvére, amit ugye is Budának hívták. Így van, nem fura? Ezek itt teljesen véletlenek, persze, teljesen. Jó? Tehát a kicsit lejjebb jövünk a hangulatban, tehát a létderűs nyugalma az azt jelenti, hogy békésen megfigyel. És jó hangulatban békésen megfigyel. Tehát ha megnézed Budának a szobrait, mindig most van egy kis mosolya szája sarkába, úgy van ábrázolva. És törökülésben ül, vagy milyen másként szokták mondani? Lótusz. Lótusz. Igen, lóhere jutott eszembe. Mondom, azt csak nem mondom, hogy lóhereülés. Inkább megkérdezem. Lótusz, igen, lótuszülésben. És békésen szemlélődik minden szobra. Ezt mutatja. Oké? Hol látsz ilyet? Milyen embernél látod, akik békésen szemlélődnek? Kisgyerekeken nem. Csecsemőkön. Csecsemőkön. A csecsemő az, ha nincs semmi baja, akkor békésen szemlélődik. Oké? És jó állapotú az anyuka, akkor békésen szemlélődik. Oké? Ha az anyuka jó állapotban van. Na most, tehát az azt jelenti, hogy a csecsemők, ha volt egy kiegyensúlyozott terhesség, akkor a lét derűs nyugalma állapotában születnek. Egy kimagasló hangulat, ezért tudnak a csecsemők olyan gyorsan fejlődni. És azok, akik nem jó hangulatú csecsemők, ezért fejlődnek lassabban. Oké? Illetve ezért vannak mindenféle problémájuk azoknak a csecsemőknek,
akik nem jó hangulatuk és nem a létderűs nyugalmán vannak. De ez azt jelenti, hogy mindig az anyukára vezethető természetesen vissza, hogyha nem jó hangulatú a csecsemő. No szóval, felnőtteknél ritkán találkozni ilyennel, hogy valaki a létderűs nyugalmában van. Szerintem, akik most hallgattok engem, felnőttek között nem hiszem, hogy találkoztatok ilyennel. Okay? Akinek a tartós hangulata a létderűs nyugalmán lenne. Mert ugye háromféle hangulat van. Van a tartós hangulatunk, ahonnan elindulunk. Ez egy tanítás, módszert úgyse kapsz. De azért tanítást időnként szoktam bele csempészni. Tehát van egy olyan fajta működés, ahonnan az ember általánosan tartózkodik. Van egy olyan működése, hangulat, amit úgy neveznek, hogy szociális hangulat, ez a neveltetéséből származó hangulat, és van egy olyan, ami úgy hívják, hogy eseti hangulat. Az eseti hangulat az mindig a külső hatásra történik. Tehát milyen külső hatás ér minket, az azt jelenti, hogy följebb viszi az ember hangulatát, vagy lejjebb viszi. Nyilván a létderűs nyugalmánál nem lehet följebb jutni az embernek a hangulatának. Tehát jól jegyezzétek meg, ez 40-es ezen a skálán. A döntéshozás az egy 30-as. Tehát egyen lejjebb a döntéshozás szintje van. Oké? De ha megnézed, hirtelen 10 ponttal esett az energia. 10 ponttal. Tehát döntéshozás. Azt gondolják az emberek, hogy mit tudom, hoz egy kis döntés, és akkor ezen az állapoton van. Nem. A döntés ami azt jelenti, amikor az életedet meghatározó jó döntést hozol. Nem rossz döntést, bocsánat. Tehát az életedet meghatározó jó döntést hozol. Na ezt az emberek ritkán szokták csinálni, és kevés ember hoz életét meghatározó jó döntést. Az alatt a 22-es a játékosság szintje. Gyerekek, megnézed játékosság szintjét, de ne amikor számítógéppel játszik, főleg ne olyan számítógép játékkal, amikor harcolni kell. Ja? Nem, amikor egymással játszanak a gyerekek. Oké? Okay? Tehát valami társas játékot, vagy valami egyéb játékot, érted? Amikor kedvtelésből, tehát a kedvükre játszanak. 20-as az az akció szintje. Tehát mikor valaki akcióban van. Tehát az azt jelenti, hogy tele van energiával, és ezzel a tele energiával old meg a fizikai világban dolgokat. És nem tud elfáradni. Tehát akció szinten az egyén nem fárad el. Olyan szintig képes akció szinten dolgozni az ember, gondold végig, hogy mit tudom én, mondjuk 24 óra munka után egyszerűen a fizikuma nem bírja. És az illető összerogy és elalszik. Oké? Okay? Tehát képes arra, hogy akár 24 órán keresztül szinte azt lehet mondani, hogy étlen szomjan dolgozzon. Érted? Nyilván az túlzás, hogy szomjan, mert ugye azért, tehát a szervezetnek szüksége van a folyadékra. De ugye, hogyha nem ilyen az ember, hanem van egy kis tartaléka, akkor étkezésre nincs is szüksége, mert van mihez nyúlni a szervezetnek. Csak azért tudom ezt, mert én más rengetegszer csináltam. Szóval, de a 30-ast is rengetegszer csináltam, az átlag emberhez képest rengetegszer. Oké? Okay? Jó, tehát
Nyolcas, jó nagyot estünk megint vissza, nyolcas az a feldobottság szintje, az kétszer akkora energia, mint a lelkesedés szintje, a feldobottság. Hát ugye amikor én általános iskolába bekerültem, akkor ezen a szinten működtem. Nyolcason. Na ezt nagyon nem tolerálták a tanárok. Jó, tehát hogy tiszta és világos legyen, egy ember azt a hangulatot tolerálja, plusz-minusz 0,5, tehát nem ilyen 10-20, 0,5, amilyen hangulaton ő van. Oké? Tehát plusz-minusz 0,5. Na most gondold végig, hát a tanárok már az én időben sem, hát itt tudom én mondjuk 8-as körül tanítottak. Nem feldobott szinten. És ezzel, hogy ugye én feldobott szinten kerültem be az iskolába, hát gyakorlatilag úgy zavartam a tanítást, mint a húzat. Na most, a feldobottság, mondom, ez egy 8-as, az alatt a 6-os az a művészi készség. Tehát amikor valaki alkot. Tehát nem akcióban van, alkot. Oké? Tehát mit tudom én, vannak emberek, nem túl jó hangulatúak, és akkor nekiállnak mondjuk festeni, és olyankor fölmegy a művészi készség szintjére. De csak addig, ameddig festeget. Oké, nem szobát fest, most ne erre gondoljátok, mondjuk egy festményt. Jó? A 4-es az a lelkesedés, mint az imént említettem. Ugye ezt már a legtöbb ember tudja mi. Tehát ugye egy lelkes embernek csillog a szeme, a lelkes ember magával ragadja az embereket. A jókedvű az 3,5, tehát mikor az ember jókedvű, akkor nem csak ül, mint egy mameluk, érted, hanem vagy egy papeluk, oké? Hanem, mit tudom én, a jókedvének megfelelő dolgot végez. Például mondjuk táncol. Érted? Az erős érdeklődés az 3,3. A fontolgatás az a közepes érdeklődés az 3-as. És az enyhe érdeklődés az 2,9. És akkor itt már látod itt a 4-es és a 2,9 között, hogy már vannak 0,5-es különbségek, például a jókedv és a lelkesedés között 0,5 a különbség. Tehát ezt ugye miért mondom? Mert az imént említettem, hogy azzal a hangulattal van el az ember egy másik emberrel, akinek a hangulata azonos, vagy 0,5-del tér el lefele vagy fölfele az övétől. Ha ennél magasabb hangulatú, vagy alacsonyabb hangulatú az illető, 0,5-nél, akkor az illető nem, nincs el vele. Tehát nincs el vele. Tehát például, mikor mondjuk, ha megnézzük, milyen képzésünk van, mondjuk párkapcsolat coach képzésünk. Tehát mindig azt látni, hogyha két ember elválik, azért válik el, mert megbomlott ez a 0,5-es különbség. És ezáltal nincsenek el egymással. Oké? Tehát nagyobb szintkülönbség lesz, mint 0,5. Jó? És ezáltal, ugye, mivel megbomlott ugye a kettő közt kommunikáció, ezáltal ugye szétmennek. Na szóval, ennyi volt, össz-vissza jó hangulat. Ezután még van egy pár átmeneti hangulat, és utána jön a töménytelen mennyiségű negatív hangulat. Tehát ha megnézzük, azt mondja, itt volt 2,
2, 4, 6, 8, 10, 11 jó hangulat, 11 mindössze. És ha megszámolnám, hogy hány rossz hangulat van, hát az vagy háromszor annyi. Tehát mennyi a rossz hangulat, vagy háromszor annyi. Jó, azért nem is számolom, mert sokat több. Szóval, ha jobban megnézed, még olyan általános hangulatú embert sem találsz, akinek mondjuk lelkesedés az általános hangulata. Tehát olyan van, hogy lejjebb van, de amikor adott helyzet van, akkor följön a lelkesedés szintjére. Ilyen van. Olyannal is ritkán találkozol, főleg itt Európában, főleg azóta, mióta elindult a Covid őrület, hogy jókedv. Még jókedvű emberekkel sem találkozol, csak eseti hangulatban. Tehát eseti hangulatban. Vagy vannak, akiknek a neveltetés az volt, hogy mikor társaságban vagy, akkor legyél mindig jókedvű, és akkor a neveltetéséből kifolyólag ő jókedvű. Oké, de ez eseti hangulat, ez a szociális hangulatot fölveszi. Tehát van ilyen. Jó, tehát ugye ez azt jelenti, hogy gondoljátok végig, most elmondtam, ezeken a szinteken, amiket most felsoroltam, képes az ember a gondolkodásra. Tehát onnantól képes, hogy enyhe érdeklődés. És ugye a gondolkodás, még van egy pár szint, ahol még némi nemű gondolkodás van, csak ott meg hiányzik a cselekvés. Tehát a gondolkodás, bocs, hogy ezt mondom, szart ér cselekvés nélkül. Oké? Jó? Azért mondtam így, hogy a figyelmedet fölébresszem. Ja? Így van. Mert azt mondtam volna csak, hogy semmit nem ér, akkor alba maradtál volna. Szóval, az ember, most a legtöbb ember ma itt a világunkban, Európában nincs ezeken a szinteken, amiket most felsoroltam. Nincs. Ez alatt van valahol. A társadalom hangulata meghatározható. A társadalom hangulata az a részvétlenség szintje. A skálán 1,2. 1,2. Ami azt jelenti, hogy benne van a társadalomban a jó hangulatú ember is, benne vannak a rossz hangulatú emberek is, de ugye megnézitek, 2,9-ig jutottunk, és a részvétlenség és a az enyhe érdeklődés között van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hangulat. 11 hangulat. Tehát azt lehet mondani, hogy több, mint amennyit az előbb számoltunk. Tehát, ugye, és ez miért jó, ha az ember tudja? Mit tehetsz azért, hogy képes legyél a gondolkodásra? Mit? Tehát ebben a világban hogy tudod elérni magadtól, hogy képes legyél a gondolkodásra? Erre én azt tudom neked mondani, hogy sehogy. Sehogy nem tudod elérni magadtól, hogy képes legyél a gondolkodásra. Tehát, hogyha én annak idején nem kezdtem volna el a szervezési feladatokat, amit én önként vállaltam. 87-től nem kezdtem volna el az üzletkötést, mert onnan indult a vállalkozói létem, 87-ből, illetve 87-től. Nem kezdtem volna el az üzletkötést, utána 91-től az emberek szervezését, akkor én is ugyanolyan hangulaton lennék, mint a legtöbb ember. És valószínűleg én is beoltattam volna magamat. Oké.
Mert hagytam volna, hogy befolyásoljanak. Csak én úgy voltam vele, hogy én esélyt sem adtam fiatal koromban arra, hogy én ide jussak. Tehát oda jussak, hogy azt csinálnak velem, amit akarnak. Tehát most gondold végig, a 90-es években miattam, az üzleti működés miatt, mert piacvezetők voltunk, legalább 10-szer változtattak törvényt. Mondom, miattam a 90-es évek második felében. Nem vicc, ez komoly. Legalább 10-szer. Mire kiszálltam abból a területből, mert agyamra ment, hogy állandóan törvényt változtatnak miatta. Érted? És nem azért, mert valami törvényellenes csináltam, nehogy azt higgyétek, hanem én kihasználtam azt, amit a törvény adott lehetőséget. És akkor elkezdték ezeket a lehetőségeket bezárni. Mert úgy lettünk legnagyobbak a vezetésemmel, hogy lekeresztünk olyan neveket, hogy NN, OTP, ABEGON, Allianz, ezeket mind leköröztük a francba. AXA akkor még. Érted? Független szervezetként, érted? Az én vezetésemmel. És akkor szépen elkezdték változtatni a törvényeket, ugye akkor lehetőség körülbelül fél évente volt a törvényváltozásra, és akkor fél évente változtattak emiatt törvényt. De törvényeket azon a területen. És akkor utána azt mondtam egy idő után, jó, akkor elég volt ez. Ez 2000-ben volt, hogy azt mondtam, hogy na jó, elég volt. Jó? És ezt ugye miért mondtam? Ugye azért mondtam, mert én nem akartam azt, hogy... Tehát én úgy indultam az életbe, hogy nem alkalmazott akarok lenni. Érted? Én egy olyan szakmát is választottam, hogy ne legyek majd alkalmazott, ezt pitty-putty rájöttem arra, hogy rossz szakmát választottam, mert abban a szakmában nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy az ember ne legyen alkalmazott. És akkor, amint az életemben találhattam olyan szakmát, amiben nem kellett nagy befektetés, érted? Csak amit egy átlag ember meg tud fizetni, akkor én rögtön váltottam. De nem úgy, hogy egyik pillanatra a másikra. A váltás az egy folyamat volt. Tudjátok, hány év volt a váltás? 6. 6 év volt. Tehát mire váltottam, és az lett a fő tevékenységem, az 6 évnek kellett eltenni. Tehát ha te azt gondolod, hogy nem nincsenek olyan lehetőségek, amivel az ember kiszabadulhat az alkalmazotti létből, akkor te óriási tévedésben élsz. Rengeteg ilyen lehetőség van. Két dolog. És a két dolgon belül van rengeteg lehetőség. Az egyiket úgy hívják, hogy üzletkötés. A másikat úgy hívják, hogy hálózatépítés. És ezen túl, megmondom őszintén, nem tudok más lehetőséget. A hálózatépítésben és az üzletkötésben, tehát rengeteg témában lehet az ember üzletkötő. Rengeteg témában. Rengeteg témában lehet hálózatépítő. Én nem voltam rengeteg témában üzletkötő, mert csak egy témában voltam. Hálózatépítő meg egy, kettő, három, négy, öt, hat témában voltam. A 34 év alatt. 33 év alatt, bocsánat. 6 témában.
És nem találtam 34 év alatt más olyan lehetőséget egy átlagember számára, ahol kitörhet az alkalmazotti szolgaságból, ha tetszik, ha nem, az alkalmazotti világ az egy szolgaság. És akkor még finoman fogalmaztam. Oké? Tehát nincs más lehetőség. Nincs. Nincs. Oké? Főleg a mai világban. Tehát én nem arról beszélek, hogy a múlt században milyen lehetőségek voltak. A múlt században lévő lehetőségeket szépen mind bezárták. Jó? Tehát a múlt században én egy csomó lehetőséget kihasználtam. Nyilván most az a csomó, az ugye voltam üzletkötő, utána voltam egyik fajta hálózatépítő, másik fajta hálózatépítő. Utána azt mondja, hogy harmadik fajta hálózatépítő. Tehát négy lehetőséget kihasználtam. Mind bezárták. Majd az évszázad elején is kihasználtam egy hálózatépítői lehetőséget. Azt a lehetőséget is bezárták. Érted? Tehát nem a vállalkozások zárták be, hanem az állam. Oké? Tehát az állam szépen becsukja a lehetőségeket az emberek elől. Ha megnézed, az elmúlt mondjuk 5 évben mennyi vállalkozás ment tönkre? Brutál mennyiségű. Brutál. Sose ment. Mióta vállalkozások vannak Magyarországon, sose ment annyi csődbe 4-5 év alatt, illetve tönkre 4-5 év alatt, mint most ebben az elmúlt 4-5 évben. Tehát ami azt jelenti, hogyha te vállalkozni akarsz, de azt gondolod, hogy nem akarsz. Én is úgy kezdtem, hogy volt főállásom, és mellette elkezdtem az üzletkötést. Oké? Volt főállásom, csináltam az üzletkötést, és mellette elkezdtem a hálózatépítést. Hármat csináltam egyszerre. És akkor te azt mondod, hogy nincs lehetőséged. Mire nincs lehetőséged? Én képes voltam arra, hogy hármat vigyek egyszerre, érted? Egy időbe. Volt főállásom, még egyszer mondom, csináltam az üzletkötést, és csináltam a hálózatépítést. Egyszerre hármat. Sőt, negyediket is csináltam, mert még javítottam autókat is. Időnként. Oké? De nem is 8 órát dolgoztam. Jó, a főtevékenységemben sem 8 órát dolgoztam már. Oké? És akkor emberek nem tudnak váltani. Hát én 4 dolgot tudtam egyszerre vinni, érted? És ahogy jött a hálózatépítésből a bevétel, úgy kezdtem el megszüntetni a többit. Először az autószerelést, utána az üzletkötést, nem. Utána a főtevékenységemet, és utána az üzletkötést, és maradt a hálózatépítés. Oké? Szóval, de miért mondom ezeket? Miből indultam ki? Hát abból, hogy eszesnek kellene lenni. A buta az nem boldogul az életben. Érted? Az embernek eszesnek kell lenni. És hol tudsz eszessé válni? Hol és hogyan? Hol és hogyan? Tehát, csak hogy világos legyen. Mi vagyunk a bolygón az egyetlen szervezet, amely a tudást hálózatépítésben nyújtja. Milyen tudást? A mindennapokban használható tudást, ezekre a területekre. 25 nagy témát nyújtunk az embereknek. A párkapcsolatban a 6. hónapban vagyunk. Egy hónap 30 óra, akkor számolgassál. Olyan áron nyújtjuk, ami bárki számára elérhető. Az első hónap az 19.700, visszaosztva a 30-al az 660 forint. A második hónap
12.500 visszaosztva valami 440 forint. Jó, tehát egyedülállóan nekünk van egy olyan szolgáltatásunk, hogy tiszta és világos legyen, ami azt jelenti, hogy az élet és az ember működéséhez szükséges tudás. Ami ráadásul még egy szakma is, mert coachképzés, mi képezzük a legtöbb coachot Magyarországon, vagy többiek mennyit képeznek külföldön, fogalmam nincs. De Magyarországon mi képezünk messze a legtöbb coachot. Na most, tehát egy szakmát is adunk az embereknek. Bizonyítványokkal, diplomával, stb. Stb. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy olyan tudást adunk, ami egy küldetés. Nekem és nekünk ezáltal, mivel nekem ez a küldetésem, a szervezetünknek is ez a küldetése. Micsoda? Hogy szeretett korszakot érjünk el ezen a bolygón. Hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban együttműködni. Oké? Okay? Ez az én küldetésem, ezáltal a szervezetem küldetése is ez. Oké? Okay? Na most, ez azt jelenti, hogy nézzük még tovább. Nem találsz még egy olyan szervezetet, amely árértékben nyújt 200.000 forint értéket havonta, ezt nyújtja 12.500 forintért, és ebből a 12.500 forintból 76%-ot kifizet azoknak, akik részt vesznek a tanulók szervezésében. Ilyet nem, olyat fogsz találni, hogy 200.000-et ki kell fizetni, az értéke az 12.500, és abból kifizetnek 76%-ot. Érted? Na, olyat fogsz találni. De olyat nem, amely többszörösét adja annak az értéknek. Tehát hálózatépítésben nem találsz rajtunk kívül olyat, amely az árához képest többszörösét éri. Honnan tudni, hogy többszörösét éri? Nézz utána, hogy az ilyen típusú képzések máshol mennyibe kerülnek. És meg fogsz lepődni. Milyen típusú képzések? Mutatom. Jó? Pillanat. Hopp, hopp, itt van. Etika. Coach. Eredményes tanulás, önismeret, vérmérséklet, hangulatjavító, személyiségfejlesztő, elnyomás feloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő. A coachképzések szerintem 5000 forint alatt óránként nem találsz olcsóbbat. Jó? Akkor azt számolt ki, 30 óra, az mondjuk 150.000 forint, de szerintem 5000 forintért nem találsz. Tehát annyiért nincsenek coachképzések. Nézzük tovább. Gyereknevelés, párkapcsolat, egészségteremtő, boldogságteremtő, bizniszön belül célmegvalósító, kommunikációs coach, emberi bánásmód coach, hatékonyság, növekedés, leszoktató, pénzteremtő, szervezetvezető, probléma megoldó, sikerteremtő, szervező, marketing, konfliktusfeloldó. Ez 26 téma van. Nem találsz olyan képzéseket, ami ilyen területen mondjuk 5000 forint. De azt mondod, hogy 5000 forint szer 30, az csak 150.000. Igen ám, de mi lehetőséget biztosítunk arra, hogy itt gyakorolhass is. Tehát olyat, ahol még gyakorolhatsz is, azt nem fogod megtalálni 7000 forint alatt. Óránként. Oké? Okay? Na most, tudok olyan, tehát bennem van olyan tudás, csak hogy tiszta és világos legyen. Coach területről beszélek, hogy amikor elmennek az emberek coachingolni magukat, profi
kócsokhoz, akkor kifizetnek mondjuk 100 000 forintot óránként. És bármelyikkel, aki 100 000 forintot kér egy óra coachingolásáért, felveszem vele a versenyt. Bármelyikkel a bolygón. Csak hogy tiszta és világos legyen. Oké? Tehát, és ez nem nagy képűség, hanem tudom, hogy mit tudok. És tudom, hogy milyen képességekkel rendelkezek, és ha nem tudok valamit, akkor mennyi időn belül kapom meg a választ? Ami pár perc, max. Jó, tehát lényeg az, hogy gondold végig, nem találsz még egy olyan szervezetet, amely sokszorosát nyújtja értékben annak, amennyibe kerül, és annak a bevételnek a 76%-át kifizeti jutalékba azoknak a személyeknek, akik a szervezésben részt vesznek. Oké, és ez minimum, ha te közvetlen szervezel, akkor az 32%. Az a minimum. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogyha mondjuk az ember, mi különbség van ugye a üzletkötés és a hálózatépítés közt, hogy az üzletkötő az más szervezési eredményéből nem részesedik, csak a saját szervezési eredményéből. A hálózatépítő az meg létrehozhat a fogyasztókból egy szervezői csoportot. Tehát itt nálunk a tanulókból egy szervezői csoportot, amelynek nincs határa. És azoknak a teljesítményéből tehát tud részesedni. Oké? Ezáltal a hálózatépítők sokkal, de sokkal több pénzt tudnak keresni, mint az üzletkötők. Sokkal többet. És sokkal szabadabbak lehetnek, mert nem csak a saját munkájukból részesednek, hanem más teljesítményéből is, ami nem meghatározott, hogy hány emberből. Tehát egy hálózatépítő akár több millió ember teljesítményéből is részesedhet. A világban még erre is voltak példák. Oké? A múltban. Na most gondold végig, miből részesednél szívesebben? Mondjuk, a saját teljesítményed. Mit tudom én? 20%-ából, már körülbelül átlagosan ennyit fizetnek ki, vagy mondjuk 100 ember teljesítményének 2%-ába. Hát ha megnézzük, az 10-szeres jövedelem. Oké? Okay. Jó? De egyébként úgy éled az életet, ahogy akarod, ha te téged átvágtak a hálózatépítés területén, akkor valószínűleg rossz céget választotta. Ma Magyarországon hálózatépítési területen mi vagyunk a legeslegrégebbi cég. A Tanoda 2000 Kft. Az 90, azt mondja, hogy 3-ban lett, nem, 90, igen, 94-ben, bocsánat, 94-ben lett alapítva. Hány éve? 30. Tehát Magyarországon kereshetsz te hálózatépítő céget, amely idősebb nálunk, de nem fogsz találni. Na most, ha 30 éve fönt tudjuk tartani magunkat, akkor lehet, hogy még 30 évig is fönt tudjuk magunkat tartani. Tudod, hogy a legtöbb cég az az első 3 évben megy tönkre. Az alapítását követő első 3 évben. Oké? Okay. Nem 30 év múlva. És amikor bezárultak a lehetőségek, akkor kerestem más lehetőséget. És azért kerestem más lehetőséget a múltban, hogy az emberek boldoguljanak. Akkor is azért. Nem azért, hogy én, mert nekem mindig volt egy elvem, hogyha én sok emberen segítek, én sem járok rosszul. És mindig, amikor, mióta létrehoztam 94-ben
az első, illetve az már második hálózatépítő szervezet volt, csak az elsőt eladtuk, mert akkor hárman voltunk tulajdonosok. És így lettem egy az egyben tulajdonos, hogy azt eladtuk, és akkor alapítottam én egy sajátot. És amikor megalapítottam, azért alapítottam meg, hogy az emberek jóvá tudjam szolgálni. Akkor még a jövedelemmel. Világos ez? A keresettel. És ma a kereset az ilyen mellékes dolog. Hát lehetne azt mondani, hogy akkor egy havi tandi 150 ezer forint, vagy 200, érted? És akkor behozol egy tanulót, és akkor azután rögtön kapsz minden hónapban, amikor a tandíjat fizeti, itt tudom én mondjuk 60 ezer forintot, érted? Van három tanulód, vagy öt, és megvan a fizetésed. Ez nem így van. Hanem első hónap 19.700, második hónap 12.500. Miért csak ennyi? Mert azt gondolják az emberek, hogyha valami olcsó, annak annyi is az értéke. Nem. Azért, hogy elérhető legyen az emberek számára. Bárhol a világban elérhető legyen. Most havi, mit tudom én, 150-200 ezer forintos képzést, mit gondolsz, hányan tudnának megfizetni? Nem egy sem, mert akiknek sikerült meggyőzni másikat, hogy rendszeres tandíjfizetésre fizessen 150-200 ezer forintot, azután lenne jutaléka, tudod? Ezáltal a tandíját be tudná fizetni. Mert hozna 3-4 embert, és akkor abból megvan a tandíja. Érted? Ez most is így van. 12.500-nál. Hoz valaki 3-4 embert, és ingyen van a tandíja. Oké? Szóval, várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy kéne ezért a világért valamit tenni, hogy jobb legyen. Oké? És mit tudunk tenni? Tudatosítjuk az embereket, hogy ne legyenek olyanok, hogy a hallgatás beleegyezés. Világos? Igen. És hogy képesek legyenek gondolkodni, és ne legyenek ilyen manipulálhatók. Jó? Ez az első cél. Utána pedig az, mikor már az emberek gondolkodnak, akkor eljussanak oda, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Ma az egy következő fokozat, ez egy következő lépés. Először oda kell eljutni, hogy az emberek gondolkodjanak. Most nem tudnak gondolkodni az emberek jó része. A vállalkozók azok gondolkodnak. De a vállalkozók jobb hangulatban is vannak, mint az alkalmazottak. Sokkal. Főleg a jól menő vállalkozók. Jó? No, úgyhogy ha úgy látod, hogy érdekes volt, amit mondtam, akkor keress egy PPH-st, kérdezz meg tőle, hogy mi legyen a teendőd, és várunk szeretettel, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk egy fél óra szünetet, utána párkapcsolat coach képzést tartok, szeretlek benneteket, sziasztok!